erős vár a mi Istenünk, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldás békesség, az Úr áldjon meg. Szeretettel köszöntök a képernyők előtt minden keresztény testvérünket. Minden évben, január 3. hetében a különböző felekezetek az ökumenikus imahét alkalmain a keresztény egységért együtt imádkoznak. Ebben az évben a testvéri közösséget lélekben és imádságban a televízión keresztül élhetjük meg. Témánkat a svájci gráncsám közösség növérei választották. Így szól, maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. Rövid állítatunk elején és végén, orgona játék segíti elcsendesedésünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Így könyörög a Zsoltáros, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és írgalommal koronáz meg betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Dicsőség az atyának és a fiúnak és a szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled imádkozzunk. Imádkozunk és dolgozunk azért, mennyei atyánk, hogy te uralkodj mindenben. Egész nap Isten igéje leheljen életet a munkába és a pihenésbe. Tartsa meg mindenben a belső csendet, hogy Krisztusban lakozhassunk. Töltsön be a boldogságok lelke, az öröm, az egyszerűség és az irgalmasság. Urunk, te arra hívsz, hogy dicséretedre legyünk itt a földön. Dicsőség néked. Szeretet, Istene, Krisztusban ezt mondtad nekünk, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Keresel minket, barátságodba hívsz, és azt akarod, hogy benned maradjunk. Taníts minket, hogy minél inkább megfeleljünk a hívásnak, és növekedjünk az egyre teljesebb életben. Amen. Hallgassuk meg azt az evangéliumi szentigét, amely a ma esti áhítat alapigéje, ahogyan megírva találjuk János evangéliumában, az első fejezetben, a 40. verstől a 43. versig a következőképpen. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Köves engem! Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Keresztény gyülekezett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A Szentírásban számtalan elhívás történettel találkozhatunk meghatározó ez a találkozás, egy ember és az Isten között, a teremtmény és a teremtő között. A mai ószövetségi igében Ábrahámot szólítja meg az Isten. Útnak indítja őt az ismeretlenbe, de egy nagyon szilárd és erős ígéretet is ad neki. Veled leszek, és lesz majd hazád, utódod, és áldás leszel sokak számára. Az evangéliumi igében Jézus tanítványainak elhívását olvashattuk. Ketten korábban keresztelő Jánosnak voltak a tanítványai. Aztán, amikor meghallották, hogy ő Jézust az Isten bárányának hívja, elkezdték követni Jézust. András azután a testvérét vitte oda Jézushoz. Ezzel a mondattal megtaláltuk a messiást. Nathanaelnek később egy barát beszélt Jézusról. Jöjj és lásd meg! Vagy éppen maga Jézus ment egyikükkel, mint Fülöppel is, és megszólította. Köves engem! Az elhívási történetekben nincsen egy előre meghatározott sablon. Mindegyikben fontos azonban, hogy hallottak Jézusról, Követték őt, beszéltek vele, és azután beszéltek róla. Ez a tanítványi életnek is a lényege. Ezek a tanítványok először megszólítják, beszélgetésbe kerülnek vele, elindul, kialakul egy kapcsolat közöttük. A tanítványá válás folyamatában mindent eldöntő pont azonban a Jézussal való személyes találkozás. János Evangélista, amikor Jézus első követőiről számol be, akkor kivétel nélkül mindegyiknél elmondja, hogy azután lettek tanítványok, miután személyesen találkoztak Jézussal. Mindegyik történetben vannak sajátosságok, ami az adott személyre jellemző, de mindenütt ott van a személyes kapcsolatfelvétel Jézussal és ennek következtében változik meg minden az életükben. Az értékrend, a fontossági sorrend, az egész életszemlélet. Mint egy életmód változás következik be. És mi is találkozhatunk így Jézussal. Nekünk is szükségünk van arra, hogy a megváltóval legyen egy személyes kapcsolatunk. Hiszen így lehetünk az ő tanítványai, így tudjuk követni őt. Az ima hét első estéje az Isten hívásáról szól hozzánk. Hangsúlyozza számunkra, hogy bár lehet, hogy különféle utakon kerestük őt, mégis ő az, aki megszólít, ő az, aki keres, és ő hív el bennünket. Ezek a történetek azt is megmutatják számunkra, hogy Jézus mennyire ismeri a tanítványait, és ismer bennünket is. Ismeri a keresőket és a felé elindultakat. Pontosan látja a múltunkat, tisztában van azzal, hogy honnan érkezünk meg hozzá. Ismeri a jelenünket. Tudja, hogy milyen indulatok, szándékok, cselekedetek, félelmek és kérések vannak az életünkben, a szívünkben. Meghallottuk az ő hívását, vagy lehet, hogy pont most halljuk azt. Minden esetre szükségünk van arra, hogy minél közelebb kerüljünk Jézushoz, és még jobban megismerhessük őt. A Jézussal való személyes kapcsolat, az ő követése aztán azt is jelenti, hogy a saját eszközeinkkel, a magunk módján másokat is hívunk Jézushoz. Tették az első tanítványok is. Így beszéltek róla, és így közeledtek egymáshoz a körülöttük élőkhöz. Az ima hét szemléletes példája szerint ez hasonlóan történhet meg, mint amikor magunk elé képzelünk egy körzővel megrajzolt kört annak a középpontjával együtt. A kör a világ. A középpont az Isten, a sugarak pedig azok az ösvények, amelyeken az emberek élnek, amikor a hívők az Isten közelébe szeretnének kerülni, a kör közepe felé tartanak. És amennyiben közelebb kerülnek a középponthoz, úgy egyre közelebb lesznek egymáshoz is. Abban a mondatban, amelyet az első tanítványok egymásnak továbbadtak, megvolt minden. Megtaláltuk a Messiást. Benne volt a hívő élet és a hívő szép minden bizonyossága, világossága és reménysége. Ezt az ajándékot kaphattuk meg, és adhatjuk tovább. Életünkben reménység szerint megtalálhattuk hivatásunkat. Adja meg nekünk, Urunk, hogy Isten gyermekeként, Jézus elhívott tanítványaként tudjunk élni ebben a világban. Urunk szeretete által megérintve és átformálva induljunk útnak egymás felé. Ámen. Imádkozzunk. Élet Istene, te arra hívsz minket, hogy dicséreteddé legyünk itt a világban, és ajándékodul fogadjuk el egymást. Szerető tekinteted, amely minden emberre néz, nyissa meg szívünket, hogy elfogadjuk a másik embert. Mindenható Istenünk, te minden embert a magad képére és hasonlatosságára teremtettél. Dicséredet énekeljük sokféle kultúránk, hitbeli megnyilvánulásunk, hagyományaink és nemzetiségünk ajándékaiért. Kérünk, adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy szembeszállhassunk az igazságtalansággal, mindenféle gyűlölettel és félelemmel. Könyörgünk hozzád, a járvány sújtotta világ minden betegéért. Békesség Istene, te a szeretet Istene vagy, benned reménykedünk. Hallgass meg minket, amikor szeretet fiat tanítása szerint most együtt így imádkozunk mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig fogadjuk mindannyian Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát, te feléd és adjon neked békességet.